Nem hoztam ide mindent. Francba! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a júliusi összegzésem lesz. Mindjárt váltak meg is júliba, pedig most fejeztem be. Na mindegy. Júliusban relatíve keveset olvastam. Na most ez könyvszámban annyira nem fog feltűnni, mert kötet számban nagyjából annyi, mint eddig is volt így a hónapokban, oldalszámban nem. Nagyon-nagyon sok rövid könyvet olvastam, amiatt van csak ennyi, főleg egy képregény sorozatot kezdtem most el, és ezek ilyen 100 oldalasok, szóval azok eléggé dobtak a kötet számon, de alapvetően olyan sokat nem olvastam most a hónapban. Ami vicces, mert pont most voltam nyaralni, és hát nem sikerült nyaralás alatt nagyon olvasni, mondjuk ez lehet annak tudható be, hogy ilyen 4-5 órás hegyre föl, hegyre le túrák után csak így kidőltem, mint egy darab fa, mert hullafáradt voltam. És akkor már úgy voltam vele, hogy akkor inkább alszok, mert nincs kedvem olvasni. Nem volt már erőm tartani a könyvet, na. Igen, úgyhogy mindjárt nézem a feljegyzéseimet. Na, akkor kezdem azokkal, amiket tudok mutogatni, és akkor utána kitalálom, mi az, amit kihagytam. Az első két könyv, arról már volt egy videó a csatornán, ez pedig Elizabeth Tagnontól az Olga a papírlány sorozat első része, a különleges utazás, és második része a Juma sötét szerzet. Ez olasz szerzőkönyve, ezek gyerekkönyvek, ezt mutogattam már az előző összegzésben, hogy ezt elkezdtem, csak ezt nem tudtam befejezni az előző hónapban. Nagyon reggel van még, és nem aludtam ki magam még, úgyhogy bocsánat, kicsit ki vagyok, csak nem lesz időm nagyon videózni a következő két hétben se, úgyhogy most kell. Szóval, ez a történet, fú, nehéz megmondani így hirtelen röviden, hogy miről szól, szóval van egy kislány Olga, és ő történeteket mesél a falujában, ebben a papírlány, Olga a papírlány történetét meséli el, ebben pedig erről a Juma sötét szerzetről mesél, ez kicsit sötétebb téma, ez kicsit összefüggőbb téma, de hogyha valakit érdekelnének ezek a könyvek részletesebben, akkor ide, föntre belinkelem Barangolás Európában olasz részét róla, abban elmondom jobban, hogy miről szól, hogy szól, mi van benne. Ezt egyébként a Móra könyvkiadótól kaptam recenzióban, amit ezúttal is nagyon szépen köszönök. Aztán azt hiszem utána olvastam Rick Riordantól a Szörnyek tengerét angolul, ugye most elkezdtem újraolvasni gyakorlatilag a Percy-ket, mondjuk, hogy ez mennyire fog haladni, most nem tudom. Mindegy, legalább ezt a három angol részt ki akarom olvasni, ami megvan, szóval ez volt ugye a Szörnyek tengere. Angolul, még mindig szeretem. Az egyetlen, amiről egy kicsit beszélnék, hogy volt egy ilyen icipici sokkom a könyv végén, ugyanis a harmadik részben megismer, vagy hát már a második részben megismerjük Fekete Pétert, próbálok emlékezni a magyar nevekre. Ugye Fekete Péter az a Fekete Pegazus a könyvben. Na most, amikor a második részben angolul először be van mutatva Fekete Péter, ugye még név nélkül, kancaként említik. És volt egy ilyen 10 perces sokkom, hogy mondom én, 8 éve talán, azt abban a tudatban élek, hogy Fekete Péter fiú. Erre itt van ez a könyv, és azt mondja nekem, hogy lány. Kancaként és lány névelővel volt rá utalva. Mondom, most én vagyok a hülye, hogy tényleg 8 éven át azt hittem, hogy Fekete Péter fiú, vagy valami történt útközben, és igen, meggoogliztam, Wikipédia megnyugtatott, hogy igen, Fekete Pétert lányként mutatja be Percy, aztán fiú lesz. Úgyhogy igen, úgy tűnik Rick Riordan útközben meggondolta magát, pedig egy ilyen hangulatváltozó kancaként milyen zseni karakter lett volna. Így is imádom Fekete Pétert, nem arról van szó, csak ez a tudat, hogy eredetleg kancának készült. Ledöbbentem, és tényleg nézegettem a magyar verziót, mondom, hogy most tényleg én vagyok a hülye, vagy tényleg útközben Rick Riordan meggondolta magát a ló nem érvel kapcsolatban. Szóval igen, ezt is elolvastam útközben. Nem tudom, mikor fogom a harmadikat. Bevárom szerintem ezt éket. Kacsint. Nyilván olvastam egy BookTube könyvklub havi közös könyvet. Na most az nem az sikerült, amit kellett volna.
Én eredetileg az 1984-et akartam elolvasni, mert hogy én azt még nem olvastam. Hát én azt hallottam róla, hogy jó, olyan embertől, aki szintén nem nagyon szereti az ilyen klasszikus kötelezőket, tehát hogy meg olyan emberből, aki hogyha azt mondja, hogy jó, akkor azt mondom, hogy jó lehet, hogy tényleg az esetleg. De nagyon megzuhantam olvasásügyileg így a hónap felénél, és majd azt hittem nyaralás alatt, de mivel nyaralás alatt nem olvastam, ezért még jó, hogy nem olvastam végül, meg nem vállaltam be az élő kibeszélőt se, mert nem tudtam volna kiolvasni az 1984-et, ami ráadásul még rohadtul depissé is tett volna, úgyhogy ehelyett elolvastam a Kis Herceget, mert ezt se olvastam. Ugye ez Antoine de Saint-Exupéry, nem tudom kimondani a nevét, ne haragudjatok, nem. Nem vagyok francia szakos. Igen, ez is egy ominózus klasszikus, és én a Kis Hercegről soha semmit nem tudtam, azon kívül, hogy van benne egy róka. Ennyit tudtam, hogy van benne egy róka, meg egy rózsa, és így... Tessék, ennyi. Soha nem láttam se a egyik filmet, se belőle semmit, semmit nem tudtam én erről a könyvről, de mondom, rövid, és a molyos kihívás miatt valamit el kell olvasnom, úgyhogy akkor lett ez, mert... Hát egyik másikhoz se éreztem úgy, hogy van lelki kapacitásom, meg olvasási kapacitásom. Elolvastam, meg volt, most már tudom, miről szól a Kis Herceg, de egyéb érzéseim nincsenek vele kapcsolatban. Nem tudok róla mást. Voltak benne jó gondolatok, én ezt nem tagadom le, de hogy így nem dobtam el tőle az agyamat. Tehát én láttam, én tudom, hogy ezt nagyon sokan szeretik, meg oda, meg vissza vannak érte. Én ezt a rajongást nem éreztem iránta. Ez van. De legalább most már elmondhatom, hogy elolvastam a Kis Herceget, és tudom, miről van szó. Szóval amikor így valaki így erre utal, azt már érteni fogom. Szóval ilyen szempontból jó volt, de hogy amúgy... Nem hiszem, hogy ez egy olyan könyv lenne, amit a tanulság miatt újra akarnék bármikor is olvasni. Oké, következő legyen ez, bár szerintem nem ez volt, de mindegy. Ez Shannon McGuire-től a Mélyberánt a lábvilág. Ugye nekem tavaly nagy kedvencem volt a Minden szív kaput nyit, és akkor megvettem végre a második részét is, és ez is nagyon-nagyon tetszett. Nagyon szeretem Shannon McGuire-nek az írói stílusát. Ugye ezek csak ilyen rövid könyvek, de én nagyon nem hiányolom, hogy hosszabbak legyenek, tehát hogy nekem ez így tökéletes hosszúság ezzel a 150-60-70 oldalukkal. Nagyon szeretem a karaktereket, akik bennük vannak, ugye ez Jack és Jill története. Ez ugye nem folytatja a Minden szív kaput nyitott, hanem hogy így kicsit előzményt ad hozzá, tehát hogy Jack és Jill hogyan került a lábvilágra, illetve hogy onnan hogyan kerültek. Hát nem konkrétan az árvaházba végül. Nem árvaház, mi az rehabilitációs hely, mindegy, tehát hogy... De hogy végül is miért kerültek oda, de már megint nem vagy nem én ítva. Basszus. Ez is nagyon tetszett, már elvileg idén jön a harmadik rész is, amit nagyon-nagyon várok. Főleg, hogy elolvastam, hogy az most melyik lesz is. A kedvenc szereplőmhöz kapcsolódóan lesz a harmadik résznek a sztoria, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Viszont, hát mivel azt néztem, hogy azért viszonylag lassan jön ki, meg nem tudom, hogy mikor fog kijönni a következő rész. Viszont fönn vannak scriptben, és ugye ezek rövid könyvek, tehát csak ilyen 4-5 órás a hangos könyv is, úgyhogy szerintem majd előre dolgozok hangos könyvben, de mivel imádom a borítókat, meg fogom venni majd magyarul is őket. Szóval nagyon jó, én ezeket a könyveket nagyon szeretem, nagyon sok témáról van benne szó ebben is, és Shannon McGuire-t én azt hiszem ezennel így kedvenc íróim közé avattam, meg ezt a sorozatot is most már tényleg, mert ez is nagyon tetszett. Az egész csellengő gyerekek sztori szállandit nagyon teszik, úgyhogy... Úgyhogy igen, ez egy nagyon nagy pozitívuma volt a hónapomnak. Jó, és akkor a következő... Szintén egy recenzió, ez a Cicero könyvstúdiótól kapott Cserkeszterek képregény. Ezt Noel Stevenson és a többieknek a nevét belülről fogom kipuskázni. Tehát Shannon Waters, Grace Ellis, Noel Stevenson és Brooklyn Ellen alkotása. Ez a Cserkeszterek képregény. Ez ennek a képregény sorozatnak
az első része, a Rettegjetek a Szent Nyávogótól címet viseli. Ez egy női cserkésztáborról szól, és ebben a cserkésztáborban lévő 5 hölgyeményről, akiket itt lehet látni. Nagyon hamar lett vége ennek a képregénynek. Tehát én még ezt nagyon-nagyon tudtam volna olvasni, mikor vége lett, de ugye ez egy sorozat, tehát nyilván van folytatása, és igazából nekem nagyon tetszett. Voltak benne pontok, amikor így kicsit olyan összefüggéstelennek tűnt az egész, mert így csapongtak a dolgok, meg egy nyilván bele kellett szokni a karakterekbe, meg mindenbe, de nagyon-nagyon tetszett, meg vicces volt, szórakoztató, és mindegyik karakter nagyon imádnivaló benne. Úgyhogy, miután én ezt most kiolvastam magyarul, ugye ezután, Nalina adta a tippet, hogy egyébként a folytatások fönn vannak scriptben. Úgyhogy átmentem scriptre, és még elolvastam 3 részt talán? Szerintem 3-at, nem 4-et, mert azt hiszem az 5-et töltöttem le, és végül nem olvastam el. Igen, 3 részt. Tehát elolvastam ezt az első részt így magyarul, és akkor utána még scriptben elolvastam a második részt, aminek az volt a címe, hogy Friendship to the Max. A harmadik részt, aminek az volt a címe, hogy Terrible Plan. És a negyedik részt, aminek az volt a címe, hogy Out of Time. Mindegyiket nagyon élveztem, a negyedik rész volt talán eddig a legjobb. És én tervezem folytatni, van nem tudom hány része így kötetekbe szedve. Az egyetlen, ami a scriptes olvasás nem teszi túl jóvá, hogy vannak ezek a részek itt a fejezetek elején, és ez irtózatosan apró betűvel van írva, amit még így kötetben is nagyon nehéz olvasni. Na most akkor telefonon. Igen, eléggé meregetnem kell a szememet, ami annyira nem tetszik, de ez van. Majd remélem jön a többi része is magyarul, mert én ezeket szeretném. Nagyon szórakoztatóak voltak, nagyon tetszettek, olyan... Tényleg az volt, hogy nem volt kedvem olvasni regényt éppen, és csak így leültem, és végigpörgettem, mert tényleg ilyen kis 100 oldalas képregények, és én nagyon élveztem, nagyon aranyosak. Vicces, szórakoztató, néha kicsit össze-vissza, egy kis kavalkád az egész, de hogy úgy olyan jó értelemben kavalkád. Igen, amúgy megpróbáltam, hogy gépen olvasom, de gépen a képarányok miatt még kisebb az a kicsi szöveg, úgyhogy igen, nem jött össze. Szóval nem jött össze, hogy gépen olvassam, mert úgy minden el sem tudtam olvasni egyáltalán, hogy oda mi van írva, mondjuk az a rész pont nem a sztori szempontjából annyira nem lényeges, a lényeget lehet látni, de igen. Szóval nagyon jó képregény, úgyhogy olvassátok. Mit olvastam még ki a hónapban? Még valami van, tudom, egy tutira van, az meg volt. Akkor az utolsó könyv, amit egyébként tegnap fejeztem be, mármint hogy így július 31-én, az egy olyan könyv, amit a hónap elején elkezdtem hallgatni hangos könyvben, csak egy brutál hosszú hangos könyvről beszélünk. Ez pedig Michelle Obamától volt a Becoming, azaz Így lettem. Majdnem 20 órás hangos könyv. Én azt hittem, hogy ezt majd Erdélyben, amíg megyünk, kihallgatom a hosszú buszút alatt, na most annyit nem hallgattam. Az utolsó 6 órát hallgattam ki az egy heti erdélyezés alatt, ami nem sok. Legutóbb, mikor voltunk, 2 egész könyvet kiolvastam regényben, tehát hogy minden most sokszor rosszul is voltam, meg kaptam napszúrást is, amitől szintén nem éreztem túl jól magam, úgyhogy mindegy. Szóval viszonylag hosszú idő alatt olvastam ki a Becomingot. Ez a könyv egy ideje már a radaromon volt, mert érdekelt, én pont akkor voltam kicsi, amikor az Obamáék voltak az elnökségen, tehát koromból adódóan annyira nem tudtam követni, mit csinálnak. Ugye 8-tól 16-ig voltak ők, és én 2000-es vagyok, tehát én 8-16 éves korom között. Meg nyilván amerikai politika, tehát hogy azt én annyira nem követtem már 8 évesen, na. És viszont engem nagyon érdekelt eleve, hogy ők így, hogy ők érdekeltek, mert én azt tudtam, hogy őket azért sokan szerették, meg én arra emlékszem, hogy ők jók voltak, szóval én úgy tudom ezt, meg azt tudom, hogy ugye utánuk jött Trump, ami Trump, Trumpot tényleg magyarázni kéne, és ezért érdekelt, meg láttam, az azt hiszem Netflixes volt a Michelle Obama könyvével, volt ez a dokumentumfilm is, úgyhogy
Az is tök érdekes volt, és utána akartam még jobban elolvasni a könyvet, úgyhogy most megtörtént. Örülök, hogy megtettem, tanulságos volt. Nem életem legjobb olvasmányának mondom, mert egy kicsit hosszú volt nekem, voltak helyek, ahol kicsit eluntam. Voltak helyek, amiket nyilvánvaló, amivel én Magyarországon élek, és nem Amerikában is, annyira az amerikai közéletben nem forgok, nem vagyok teljes mértékben tisztában vele, kevésbé tudok megérteni. Mármint úgy megérteni, hogy most épp miről van szó. De tényleg ugye van szó a... hogy mondjuk magyarul, hogy a részről. Szóval van szó ugye a bőrszínbeli különbségekről benne, ezt most nem tudtam sajnálom jobban mondani hirtelen. Van szó benne arról, hogy milyen a helyzete a nőknek, van szó benne ugye arról, hogy milyen az egész politikai helyzet, milyen a média és a politika. Szóval az egész nagyon érdekes volt, és ugye gyakorlatilag Michelle Obama elbeséli az egész életét egészen odáig, hogy ők már nem laknak a Fehérházban. És nagyon érdekes volt, tényleg nagyon jó volt, nagyon jó dolgokról volt benne szó, úgyhogy csak ajánlani tudom. Tehát például nagyon sokszor szó volt a könyvben arról, hogy ugye miután Obama elnök lett, akkor nyilván ugye bekerültek a Rivarda fénybe, és hogy mennyi ferdítés van a médiában, hogy például a politikusokat mennyire nem az érdekli sokszor, hogy mi jó mindenkinek, a környezetnek, az ökonómiának, nem tudom mi az, a gazdaságnak, az embereknek, meg ilyeneknek, hanem ez a durcás kisgyerek, hogy csak azért is az én véleményem fog érvényesülni, és akkor inkább nem támogatják az elnököt. Mindegy, tudom én, hogy az ilyen. Na mindegy, akkor például ott volt benne az, hogy miután Michelle Obama ugye az elnök felesége, akkor ez a mindenki mást vár elő tőle, de senki nem arra kíváncsi, hogy ő idebent mit tud, meg hogy lát, meg ilyenek, hanem minden alkalommal mindenkinek az volt az első kérdés, hogy oké, és ki csinálta a ruhádat. Kit érdekel? Meg, hogy darabokra szedték, hogyha épp nem úgy volt öltözve, ahogy ők elképzelték, mert hogy hát nő, tehát csak az a lényeg, hogy mi van rajta. Egyértelmű, nem? Ugye kisebbségi helyzetről is sok szó volt benne, mert nagyon jó korképet adott az amerikai társadalomról, meg úgy Amerikáról is. De nagyon sok témát érint a könyv, tehát nagyon sok mindenről beszél benne, úgyhogy szerintem érdemes elolvasni. Nagyon is. Ez 10 könyv volt a hónapban, de mint láthattátok, elég sok vékonyka könyv volt közöttük, úgyhogy mindegy, ez most így sikerült. Érdekes módon évközben sokkal többet olvastam, mint most nyáron, amikor elvileg több időm lenne rá, de hát nem baj. Ha meg lesz időn a 100 könyv, én így fogok tapsikolni magam, és akkor jövőre már nyugodt szívvel olvasok megint csak ilyen 40-et. Mert jó ez, hogy sokat olvasok, csak néha elfáradok benne, és csak olvasok, és más nem csinálok. Na jó van, szóval én ezeket a könyveket olvastam ki júliusban, és van egy, amit elkezdtem, az a Ház az égszínkék tengernél. Az azt hittem, be fogom tudni fejezni, de hát nem úgy jöttek össze a dolgok. Nem baj, majd befejezem szépen. Igen, azt most újraolvasom. Nem tudom majd augusztusban mennyire fog sikerülni, hogy többet olvassak, mert elég sűrű az augusztusom is. Jó, hát akkor ennyi, mert kicsit elvesztettem a fonalat néhány helyen. Szóval, kommentben szokásos módon írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki ebben a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!